5, 4, 3, 2, 1. Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. 2018. május 29-én megtartott testületülésünk rövid összefoglalóját tekintetik meg az elkövetkezendő percekben. A testületülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta képviselő testületünk. Elsőként a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. Ezt követően kettes pontban Sajó Bárbony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról szóló tájékoztatót tárgyaltuk. Hármas pontban a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót. Négyes pontban tárgyaltuk Sajó Bárbony város önkormányzati társulásokban való részvételéről szóló tájékoztatót. Ötös pontban az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalását, valamint a könyvvizsgáló jelentést és annak elfogadását tárgyalta. Hatos pontban a belső ellenőrzés 2017. évi jelentéséről szóló előterjesztést, hetes és egyben utolsó nyilvános napirendi pontunk az indítványok bejelentésekre került sor, ezt követően pedig zárt ülést rendelt el testület, amelyben ugye első lakáshoz jutók támogatásáról döntött. A rendes testület ülést megelőzően rendkívül ülést is tartott a képviselő testület. Ezt az első napirendi pontban is ismertettem, hiszen ennek az első napirendi pontnak a témája nem más, mint a lejárt határidejű határozatok, valamint a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztató. A legutóbbi testületülésünk az április 24-én volt, amely talán az egyik legrövidebb testületülésünk volt az elmúlt 4 év során. Ennek egyik oka az volt, hogy több olyan napirendi pont, amelyet szerettünk volna tárgyalni, azt nem tudtuk annak okán, mert nem készült el hozzá az anyag. Ez ugye az önkormányzaton kívül álló okból alakult így, ezt viszont már a májusi ülésen tárgyalni tudta a plénum. Az áprilisi testületülésen döntött a testület a közmeghallgatás időpontjáról, amely ugye 2018. júniusában lesz, és erről időben fogjuk értesíteni a lakosságot, mind az írásos, mind pedig az elektronikus média felületeinken közé fogjuk tenni a pontos időpontot. Bízom benne, hogy minél többen fognak ellátogatni. A legutóbbi testületülésen megszüntette a testület a szociális célú tűzifa elbírálására létrehozott ideiglenes bizottságot, hiszen ennek a bizottságnak a működése okafogyottá vált. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésről döntött a testületünk, itt közel 2 millió forint összértékben szeretnénk pályázni eszközfejlesztésre, amelyel a művelődési központunkat tudnánk bővíteni. Egy sajóbábonyi lakos kérelmét támogatta, bírálta el a testület, mégpedig Gazda Lajos azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a vállalkozása mellett található közterületen egy parkolót tudjon kialakítani, és ezt a képviselőtestület támogatta. Önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatása című pályázatot nyújtott be önkormányzatunk az elmúlt áprilisi ülésen. Ebben 30 millió forint összértében pályáztunk az ófalusi óvodának, a tetőszerkezetének a felújítására, valamint az ezzel kapcsolatos építési munkálatokra, hiszen itt a födémnek a részbeni bontására, újjáépítésére, betonkoszorú építésére is szükség lesz, valamint a korábbi polgárőrség épületrésznek a felújítását is bele tudnánk ebbe tenni, bízunk pályázatunk pozitív elbírálásában. Sajó Bárbony az Őskortól napjainkig című könyvet rendelt az önkormányzat. Ez a könyv, amely összefoglalja településünk történetét, az Őskortól a napjainkig, ezt a címet is viseli. Ennek a könyvnek a példányszáma már meglehetősen alacsony számú volt, és ebből rendeltünk pótlólagosan 300 darabot.
illetve az előző testületülésen is, mint jóformán minden egyes testületülés követően zárt ülést tartottunk első lakáshozatók támogatása megállapítása miatt. Itt két fiatal tudtunk támogatni, az egyik egy sajóbábonyi fiatal, a másik pedig egy miskolci fiatal, aki sajóbábonyt választotta. A rendes testületülésünket követően egy rendkívüli ülés elrendelésére került sor, mégpedig május 23-án. Ekkor kettő napirendi pontot tárgyalt a testület, mindkét napirendi pont határidő miatt került sor. Az egyik a önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban hiánypótlást írt elő számunkra az elbíráló hatóság. Ennek tett eleget az önkormányzat, itt ilyen minimális adminisztratív, technikai jellegű változtatásokat kellett eszközölnünk. Valamint már egy régebbről húzódó projekt kapcsán kellett egy döntést meghoznunk, ez pedig nem más, mint a településen egy mobil kommunikációs szolgáltató szeretne egy tornyot létesíteni, amellyel még színvonalasabbá tudná tenni a mobil internetnek a lefedettségét. Ez a kommunikációs cég, amely nem más, mint ugye a T-com, ezt a mobil tornyot továbbra is szeretné megépíteni, viszont az önkormányzat elképzeléseivel összhangban, hiszen a célunk az, hogy ne több torony épüljön meg a településen, hanem az erre kijelölt hely, amely nem más, mint a Kishegy mellett található vízház melletti területet jelölte ki erre az önkormányzat, csak egyetlen egy ilyen építmény valósuljon meg, és ennek érdekében mi arra kértük és próbáltuk rávenni a szolgáltatót, hogy más szolgáltatókkal közösen egyeztetve valósítsák meg ezt. Ennek az eredménye az lett, hogy a T-com a Digivel egy olyan megállapodást kötött, amelynek értelmében a tervezett építményt a Digi Kft. Építeni meg. Ez azonban a meglévő szerződés alapján nem valósulhat meg. Az önkormányzatnak fel kell mondania a T-com-mal kötött megállapodási szerződését, valamint egy új megállapodási szerződést kell kötnie a Digi Kft-vel. Magát a területet, amely körülbelül 150-200 négyzetméternyit foglal magába, egyik cég sem vásárolja meg az önkormányzattól, hanem hosszú távú bérleti szerződést köt erre a területnek a használatára, és ebben a használatban ugye nem közel, hanem összesen 800.000 forint éves bérleti díjat fizetne az önkormányzat részére a Digi Kft. Ezt a napirendi pontot is a jelenlévő 6 képviselő egyhangulag támogatta. És most pedig áttérnék a napirendi ponton belül a két ülés között tett intézkedések, illetve főbb rendezvények ismertetésére, hiszen erről is beszoktam számolni. Az elmúlt időszakban is számos rendezvény valósult meg a településen, és talán, hogyha időrendben számon veszem, akkor a legutóbbi a május 1-i főzőversenyünk, amely április 28-án egy szombati napon került megrendezésre. Azt hiszem, hogy most is nagyon jó hangulatban telt. Köszönettel tartozunk természetesen minden részvevő csapatnak, minden kilátogatónak, és hát gratulálok a győztes csapatnak is, aki az idejében az aranyfakanalat megnyerte. Köszönöm szépen a szervezők munkáját is, én azt gondolom, hogy ez egy jól bevált program, és ezt a jövőben is mindenképpen meg fogjuk tartani, illetve hogyha lehetőségünk lesz rá, akkor bővíteni fogjuk a kínálatát. Ezen kívül az elmúlt időszakban, május 27-én gyereknapi rendezvényt tartott a Dérinés Szabadidőközpont a tájház környezetében, a tájház udvarán is a környékén. Én azt gondolom, hogy ezen a napon is kellemes kikapcsolódást találhattak azok az emberek, akik a gyereknapi ünnepséget Csajóbábonyban szerették volna eltölteni. A fejlesztéseink azok az elmúlt időszakban is folyamatosan zajlottak. Továbbra is dolgozunk a pályázataink közbeszerzésein, valamint a szükséges engedélyek beszerzésén, hogy ezek a pályázatok még az idejében el tudjanak indulni. A szociális konyha az idei évben is szintén tudta fejleszteni az eszközeit, ugye itt már több évtizede használt konyhai asztalait tudta lecserélni, úgyhogy ezek az új asztalok is azt gondolom, hogy emelni fogják a konyhának a komfort érzetét. Korábban nyújtott be az önkormányzatunk defibrillátor pályázatot az MLS kiírására. Ezt pozitívan bírálták el, és a
az eszköz ez meg is érkezett. Én azt gondolom, hogy ezt nem csak a sportrendezvényeinken fogjuk tudni használni, hanem amennyiben szükség van rá, de bízom benne, hogy erre egy alkalommal sem fog sor kerülni, úgy azt más közösségi rendezvényeinken is igénybe fogjuk tudni venni. Mindenképpen nagy előny az is, hogy a pályázat keretében lehetőségünk volt arra, hogy egy fő munkatársunk ugye megfelelő képesítést szerezzen, hogy ezt az eszközt tudja használni alkalomattán. A művelődési háznak köszönhetően ugye egy hosszú bérleti szerződést tudott kötni egy tanfolyam időszakára, ebből jelentős bevételt tud majd termelni az intézmény számára. Újabb sporttörténeti sikerrel gazdagodott Sajóbábony városa. A tavalyi évben a Teke csapatunk volt az, aki bajnokságot nyert. Az idei évben most ez a foci csapatnak jött össze, hiszen 34 év után sikerült újra a megyei első osztályú bajnokságot megnyernie egy fordulóval a bajnokság vége előtt. Szeretnék gratulálni minden segítőnek, támogatónak, és nem csak a sportszerető embereknek, hanem mindenki, aki ebben részt vett. Gratulálok az elért eredményekhez, és bízom benne, hogy a jövőben is hasonló eredményekkel tudják gazdagítani településünket. A napirendi ponton belül egyéb információ már nem hangzott el, és ezt a testület a jelenlévő képviselők 6 igen egyhangú szavazattal fogadták el. Kettes napirendi pontban Sajóbábony egészségügyi helyzetéről és a védőnői szolgálat munkájáról hallhattunk tájékoztatót. Ezt a tájékoztatót előzetesen írásban már megküldték a Sajóbábonyban működő egészségügyi szakemberek részünkre, így Kasperkovics úr is, ugye ő az, aki üzemelteti a fogorvosi szolgálatot dr. Spak Miklós nyugdíjba vonulása óta. Jelen pillanatban településünkön dr. Frank István az, aki ellátja a fogorvosi szolgálatot. Én Kasperkovics úrnak tettem egy olyan ígéretet, hogy mindenképpen népszerűsíteni fogom, és ajánlani fogom ezt a fogorvosi szolgálatot, hiszen egy teljesen új személyzet, egy új cég végzi ezt, és azt hiszem, hogy érdemes próbát tenniük a lakosoknak, győződjenek meg róla, hogy az új szakember hogyan végzi a tevékenységét, meglehetősen pozitívak a tapasztalatok, és természetesen az egyeztetések során is arra jutottunk Kasperkovics úrra, hogy amennyiben szükséges, akkor a rendelési időn természetesen tudnak változtatni, még rugalmasabban alkalmazkodjanak a lakossági igényekhez. Ezen kívül házi orvosaink is készültek az egészségügyi helyzettel kapcsolatos írásbeli, illetve szóbeli beszámolókról. Házi orvosaink közül a bizottsági ülésen dr. Kerekes Ferenc úr tudott eljönni, és több egészségügyi, illetve más jellegű kérdést is intézhettek képviselőtársaim hozzá, ahol többek között arról is beszéltünk, hogy házi orvosaink megfelelő szakmai végzettséggel és tudással rendelkeznek, de igaz ez egyébként a többi egészségügyi dolgozónkra is, függetlenül, hogy orvosként vagy asszisztensként látja el a feladatát, de a jövőre is gondolni kell, és amennyiben úgy érzik, hogy már az egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy ezt a fajta tevékenységet elássák, hogy ezt időben fogják jelezni az önkormányzat részére, annak érdekében, hogy közösen tudjunk arról gondoskodni, hogy hosszú távon biztosított legyen Sajóbábony orvosi ellátása. A védőnői tevékenység ellátásáról pedig Gazdigné Szabó Beáta adott tájékoztatót. Ő ugye ettől az évtől kezdődően, január 1-től kezdődően már vállalkozó jogviszonyban látja el ezt a szolgálatot. Itt is számos társadalmi, egészségügyi és egyéb problémát beszéltünk át. Bízom benne, hogy sikerül előrelépést elérni, vagyis legalább a hátrányos helyzetűek arányának a csökkentését, illetve az ott felmerülő problémákat tudjuk majd visszaszorítani. Nem mondanám, hogy bármelyik szolgálat is hálás lenne, főleg nem azt, hogy mennyire sikerdúsak ezek a foglalkozások, de mi azon leszünk, hogy a megfelelő személyi, tárgyi és anyagi feltételeket tudjuk az önkormányzat részéről biztosítani. A napi rendi pontot mindhárom bizottságunk tárgyalta. A pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság 3 igennel javasolt elfogadásra, a településfejlesztési bizottság 4 igennel javasolt elfogadásra, és a művelődési ifjúsági sportbizottságunk is szintén 4 igennel javasolt elfogadásra. A képviselőtestület pedig 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napi rendi pontot.
Hármas napirendi pontunk részben kötődik, én azt gondolom, a kettes napirendi ponthoz, hiszen a gyermekvédelem és a gyermekjóléti feladatok ellátása azért szorosan összefügg ezen személyeknek az egészségügyével is, az egészségügyi helyzetükkel. A településen korábban 2017. december 31-ig társulás keretében el az önkormányzat ezt a kötelező feladatot. 2017. december 31-ével azonban ez a Miskolc környéki társulás megszűnt. A tevékenységet viszont továbbra is el kell látnia az önkormányzatnak, és ezt úgy tudta megoldani, hogy a Miskolcon működő Meszegyivel egy feladatellátási szerződés megállapodás kötött. Ennek értelmében a Meszegyi egyik munkatársa látja el a gyermekvédelmi feladatokat a településen 2018. január 1-től. A munkatárs Pásztor Erika az, aki a településen ellátja ezt a feladatot. Én azt hiszem, hogy a lehetőségéhez mérten mindent igyekszik megtenni annak érdekében, hogy azok a személyek, akik az ő látókörébe kerülnek, támogatásáról tudja biztosítani. Meglehetősen szoros, szinte napi vagy heti szintű a kapcsolat az önkormányzat és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó munkatárs között. Kisebb-nagyobb sikereket is el tudunk érni, akár közösen, akár egyénileg. Az biztos, hogy itt olyan össztársadalmi problémákat feszegetünk, amelyhez mi is úgy érezzük, hogy itt helyben talán kevesek vagyunk, és ezt több képviselőtársam is kifejtette, többek között Bencs Gábor és Jel Sándor képviselőtársam is, hogy alapvetően nekik nem a beszámolóval, nem pedig a munkatársnak a munkájával van problémája, észrevétele, hanem magával azzal a jogszabályi környezettel, amely ugye azt a mozgásteret biztosítja számukra, amivel előrelépés lehetne elérni ezen személyek körében, ugyanis a jogszabályok véleményünk szerint is nem megfelelőek, nem biztosítják azt, hogy érdemi előrelépést el lehessen érni ezen személyek körében. Bár az is hozzátartozik, hogy azon családok, akik ebben érintettek, az ő hatható segítség nélkül ez talán sose fog megoldódni, de az aránynak a visszaszorításán akkor is dolgozni kell. Kolléganő a feladatait egyébként a korábbi bölcsöde épületében látja el, ahol az egészségügyi dolgozóink is végzik a tevékenységüket. Azt hiszem, hogy minden technikai, tárgyi és személyi feltétel adott a megfelelő munkavégzéshez. Viszont azt is látjuk, hogy ennek a feladatnak az elvégzéséhez, ennek az egyfőnek a rendelkezés állása nem a legideálisabb. De remélem, hogy ebbe is fogunk tudni majd előrelépést elérni. Ehhez viszont talán felsőbb szinteken kellene érdemi hathatós változásokat hozni. A napirendi pontot a Művelődési Ifjúság és Sportbizottságunk tárgyalta. Ezt 4 igennel javasolta elfogadásra. A képviselőtestület pedig 4 igen és 2 nem szavazattal elfogadta a napirendi pontot. 4. pontban Sajó-Bárbony város önkormányzati társulásokban való részvételéről adtam tájékoztatót. Itt még talán egy picit félreérthető, hogy a címben többes számban társulásokról beszélünk, de 2018. január 1-ét követően az önkormányzat már csak egy társulásban vesz részt, mégpedig a Sajó-Bódva völgye hulladékgazdálkodási társulásban. Ebben a társulásban látjuk el nevéből adódóan is a hulladékgazdálkodási feladatokat. A Zöldvölgy Nonprofit Kft. Az, aki ezt a szolgáltatást végzi a településünkön. Történtek személyi szervezeti változások is az elmúlt évhez képest. Ezekről én egy rövid tájékoztatót adtam, de itt is szeretném külön kifejteni, hogy 2018. január 1-től megalakult a BNH Nonprofit Kft. Ez szervezetileg olyan változást jelentett a társulásunk életében, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő 3 szolgáltatót, illetve a társulásokat vonja maga alá, őket koordinálja. Ebből a lakosság szinte minimális változást érzékelhetett, itt Sajó-Bárbonyban talán inkább a vállalkozók érezhették ezt, hiszen ők közvetlenül a BNH Nonprofit Kft-vel állnak most már kapcsolatban. A lakosság ugye továbbra is a szemétszállítási díjat kommunális adó formájában fizeti meg az önkormányzat számára, az önkormányzat pedig ezt továbbítja a társulás, illetve a BNH Nonprofit Kft. Számára. Ezen kívül
Olyan személyi változások történtek a társuláson belül, továbbra is Szitka Péter, Kazinc Barcika város polgármestere a társulás elnöke. Egyéb személyi változások is történtek a társulás keretein belül, így a pénzügyi bizottság és a felügyelő bizottság tagságában. Így az időközi nyíklátházi választás miatt történt személycsere, ahol is ugye a nyíklátházi polgármester asszony lemondott, és a helyét betöltő új polgármester vette át a két bizottságban a helyét. Ezen kívül nem társulásokban, hanem egyéb társulásonnan nem nevezhető KFT-ben, illetve különböző egyeztetéseken vettem részt, ezekről is tájékoztatást adtam, hiszen az önkormányzat a Swip Nonprofit KFT-ben is tulajdonos. Itt az elmúlt időszakban megtörtént a 2017-es évi mérlegbeszámolónak az elfogadása. A Nonprofit KFT az, aki az ipari parknak a különböző üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatásait végzi. A cég működése rendben zajlik, ezzel egyéb fontos információ nincs is. Ezen kívül az önkormányzat tagja a BÜKMAG térségi líder egyesülésnek. Ez az egyesülés különböző pályázati lehetőségeket ír ki, Európai Uniós források igénybevételével, amely rajtuk keresztül zajlik, így egy meghatározott uniós keretösszeget írnak ki különböző líder pályázatokra. Ebben nem csak az önkormányzat, hanem olyan civil szervezetek, vállalatok, egyéni vállalkozók is igénybe vehetik, amelyek tagjai ennek a lídernek. Az elmúlt időszakban részt vettem az IMKK Kft.-nek az egyeztetésén is. Ez régebben más néven Borsod-Volákként üzemelt. Én maradnék is ennél a megnevezésnél, mert azt gondolom, hogy ez már a köznyelvben jobban elterjedt. Itt a korábbi lakosság igényeket szeretnénk érvényre juttatni, így az iskolaidőben Sajóbábonyból Miskolcra közlekedő 6 óra 40, 6 óra 50 környékén járó buszoknál szeretnénk, hogyha a gépjárműállomány ugye tudnák, nagyobb buszokat tudnának küldeni, valamint azoknak a járatoknak, amelyek Miskolcról indulnak Sajóbábonyba, de innen tovább mennek Kazincbarcikára, ezen járatokat szeretnénk, hogyha nem csak a lakótelepi buszmegállóig jönnének be, hanem ugye ezek teljesen bemennének a végállomásig, ami az ipari parkban található. Nekem azt a fajta ígéretet tették a Volán Társaság képviselői, hogy megpróbálják ezeket az igényeket teljesíteni, és bízom benne, hogy a szeptemberi menetrendi változásoknál ezt az utazóközönség már érzékelni fogja pozitív módon. A napirendi pontot egy bizottság tárgyalta, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, ezt 3 igennel javasolta elfogadásra, a képviselőtestület pedig 6 igennel elfogadta a napirendi pontot. 5. pontunk az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendeletünk, valamint az ezzel kapcsolatos könyvvizsgáló jelentésről szóló határozatnak a meghozatala. Ez az egyik olyan napirendi pont, amelyet korábban még az április ülésen terveztünk és szerettünk volna tárgyalni, viszont a zárszámadásról szóló anyag az csak erre az ülésre véglegesedett. A napirendi pontot 3 bizottság tárgyalta, a Pénzügyi Vagyongazdálkodási Bizottság 3 igennel, a Településfejlesztési Bizottság 4 igennel, a Művelődési Bizottság szintén 4 igennel javasolt elfogadásra a képviselőtestületnek. Képviselőtársam Bencs Gábor, ugye a Pénzügyi Bizottság elnöke röviden összefoglalta a napirendi pontnak a fontosabb ismérveit, és kitért arra, hogy az önkormányzat költségvetése a tavalyi évben 1 millió hiány elérte az 1 milliárd forintot, amely majdhogy nem rekordnak számít, de ugye erre az évre már több mint 1 milliárd fölötti költségvetéssel tervezünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy folyamatosan sikerül évről évre a költségvetésünket nem csak számokban feljebb tornázni, hanem ezt én azt gondolom a lakosság is érezheti a saját bőrén. Kifejtette azt, hogy jelentős összegben költ az önkormányzat az idei évben is észszerű és költséghatékony fejlesztésekre, amelyek nem csak a komfortérzetet javítják, hanem az önkormányzat költséghatékony működését is szolgálják, hiszen ebben az évben is több olyan épületünk fog megújulni, amely már nagyon rossz állapotban volt, ezzel mindenképpen fogunk spórolni ugye a
az épületek működtetésével kapcsolatban, és hát az sem elhanyagolható, hogy ebben az évben is a munkatársaink bérezésére is tudtunk fordítani egy jelentős összeget, és ezt a jövő évben is szeretnénk megvalósítani. A könyvvizsgáló jelentés pedig ugye azt tartalmazza, hogy az önkormányzat, illetve minden egyes intézmény megfelelően végzi a gazdálkodását, és ezért külön köszönet jár Györfi Györgynek, valamint Györfi Dezsőnek, aki már hosszú évek óta, már lassan több mint egy évtizede végzi a könyvvizsgálói feladatokat önkormányzatunk vonatkozásában, és hát azért ez mindenképpen megszívlendő, hogy a kisebb jellegű, házon belül orvosolható problémákon kívül nagyobb volumenű gazdálkodási problémát még nem tártak fel a településen gazdálkodásával kapcsolatban. A napirendi pontot ennek megfelelően a bizottsági javaslatok figyelembe vételével a képviselőtestület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. Hatos napirendi pontunk a belső ellenőrzés 2017. évi jelentéséről szóló tájékoztató. A belső ellenőrzést hasonlóan, mint a gyermekvédelmi, illetve gyermekjóléti feladatokat a Miskolc környéki társulás keretein belül láttuk el a tavalyi év folyamán. Ez a fajta tevékenység akkor még ott zajlott. 2018. január 1-től viszont ez már egy vállalkozóval kötött szolgáltatás keretében végzi az önkormányzat. A tavalyi évben is megtette az ajánlását az önkormányzat azokra a területekre, amelyeket szeretné, hogyha külön ellenőrizne a belső ellenőr, hiszen számunkra fontos az, hogy a kisebb és méretű hibák még kiderüljenek esetleg egy nagyobb vizsgálat hatósági ellenőrzés során, és megfelelő időben tudjuk orvosolni ezeket a fajta problémákat. Két területet ellenőrzött 2017. évben a belső ellenőr, az egyik az önkormányzat intézményei, azoknak vezetőinek munkáltatói intézkedésével kapcsolatos teendőket, döntéseket, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos gazdasági feladatokat. Én azt gondolom, hogy ebből az ellenőrzési jelentésből is kitűnik, hogy külön intézkedést nem igényelt egyetlen terület sem, a kisebb feltárt adminisztratív hibákat orvosoltuk, illetve a jövőre vonatkozólag a megfelelő következtetéseket levontuk. Számunkra fontos mind a közfoglalkoztatás, mind a munkavállalókkal kapcsolatos munkáltató intézkedések megfelelő intézkedései, hiszen egy későbbi jövőbeli probléma esetén nem mindegy, hogy hogyan adminisztráljuk ezeket a dolgokat. Főleg, ha a közfoglalkoztatást nézzük, amely Sajóbábin vonatkozásában is, hál' Istennek, nagyon jól működik, jelentős támogatást tudunk ebből lehívni, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezek a támogatások megfelelő mértékben és minőségben kerüljenek felhasználásra. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság 3 igennel javasolt elfogadásra, és a képviselőtestület pedig 6 igennel elfogadta. Utolsó napirendi pontunk az indítványok, bejelentések napirendi pont, amelyben képviselőtársaimnak is lehetősége nyílik indítványjal vagy bejelentéssel élni. Elsőként azonban azokat az indítványokat, bejelentéseket vettük górcső alá, amelyek már a bizottság ülésen is felmerültek. Ezek közül több rendeletet is meg kellett alkotnia az önkormányzatnak, részben azért, mert úgy láttuk, hogy bizonyos társadalmi magatartásokat csak így fogunk tudni orvosolni, részben azért, mert jogszabály előírás alapján meg kellett hoznunk a rendeletet. Ebből az első ilyen rendeletünk az nem más, mint a helyi művelődési rendeletünk. Megjelent egy törvény, amely alapján minden önkormányzatnak el kell készítenie a művelődési tevékenységével kapcsolatos rendeletet. Mivel azonban a végrehajtási rendelete nem jelent még meg a törvénynek, ezért egy összességében általánosnak mondható rendeletet állítottunk össze. Amennyiben megjelenik ez a végrehajtási rendelet, úgy majd ezt fogjuk módosítani, pontosítani. Ezt a rendeletet mindhárom bizottság tárgyalta, a pénzügyi bizottság 3 igennel javasolt elfogadásra, a művelődési bizottság 4 igennel, és a településfejlesztési bizottság is 4 igennel javasolt elfogadásra, és a képviselőtestület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. A másik rendeletünk, amit elfogadtunk az előző testületülésen, az a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletünk, már érvényben lévő rendeletünknek a módosítása, kettő okból kifolyólag.
És itt nem szeretnék olyan hosszasan beszélni, mint a képviselőtestület ülésem, mert én azt gondolom, hogy a lényeg az érthető lesz. Mindenképpen fel fogom olvasni ezt a két rendelkezést, mert azt szeretném, hogy minél több emberhez eljusson. Egyik részét a lakosság is egyre jobban tapasztalhatja sajnos. A jó idő beálltával ugye a még működő közkutainkat sajnos előszeretettel igénybe veszik olyan célokra is a lakosok, amelyre nem lehetne. Ezt mi szeretnénk nyomatékosítani, és szeretnénk arra kérni az ezt használó személyeket, hogy csak azok vegyék igénybe, akik erre a jogszabály szerint is lehetőséget kapnak. Ugyanis az önkormányzatnak feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa az alapvető életfeltételeket, ez hozzátartozik a vízvételezés lehetősége is, viszont ez csak azoknál a családoknál áll fenn, ahol a vezetékes ivóvíz nincs bekötve a házba. Minden más személy, akinél ez található, nem vehet igénybe a közkutat. Ennek az egyik szankciója az az lesz, hogy ezt a magatartási normát, aki megszegi, beemeltük ebbe a rendelembe, amely 150 ezer forintig történő bírsággal sújtható. És én arra kértem, illetve a képviselőtestület arra kérte edzőasszonyt, hogy ennek nyomatékosan szerezzen érvényt, és a lehető legsúlyosabb szankciót szabja ki ilyen esetben, ugyanis minden jóérzésű emberben, nek a zsebében kinyílik a bicska, amikor azt látja, hogy egyes emberek mezőgazdasági, locsolás, mindenféle eszköz, textíliának a mosására használják. Ezek a közkutak nem erre valóak. Ezen kívül mindenképpen azt szeretném megvalósítani, hogy a még működő közkutak közelét kamerákkal fogjuk megfigyelni, hiszen a kamerafejlesztésünk hamarosan megvalósul, és a korábbi kamerákat még továbbra szeretnénk kihelyezni a közterületekre. Harmadrészt pedig azt gondolom, hogy az is megoldás lesz, hogy az ERV szakemberével a meglévő közkutaknál el fogjuk végezni a szűkítést. Ezzel nem akadályozzuk meg azt, hogy azok a rászorult családok, akik igénybe szeretnék venni a közkutakat, ne tudnának ivóvizet rendeltetésszerűen ezekből a kutakból venni, viszont más tevékenységre, ha szeretnék, se nagyon fogják tudni használni az illetők. Én remélem, hogy ezzel sikerül elejét venni és megszüntetni úgymond ezt a problémát, mert tényleg elég bosszantó, hogy egyes emberek ebből sportot űznek. A másik rendelkezés, amelyet szintén ebbe a rendelebe szeretnénk és be is illesztettünk, az pedig nem más, mint sajnos a településünkön is felütötte egy olyan fajta függőség, hát ha lehet is ezt annak nevezni, egy olyan fajta társadalmi magatartás, amelyel igazából nagyon nehezen tudnak megbirkózni a különböző közösségek. Ez pedig hát a különböző tudatmódosító szereknek a használata. Azok a személyek, akik ezeket a különböző anyagokat használják, szerintem jó maguk sem tudják, hogy milyen egészségügyi kockázatnak teszik ki magukat, de hát nekik nem is ez a céljuk, hanem az, hogy valamilyen bódult állapotot idézzenek elő, és ezzel elteljen a napuk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is egy rendelkezést készített elő jegyzőasszony, amelyet a képviselőtestület elfogadott. Én mind a kettőt szeretném ismertetni, és ebben az esetben is a hasonló pénzbírsággal sújtható az illető. Itt is szeretnénk érvényre juttatni ezt, illetve azt szeretném elmondani a lakosság felé, illetve azt szeretném kérni, hogy ha ilyet tapasztal, akkor kérem azt jelezzék számunkra, akár képviselőtársaim számára is, hogy azonnal tudjunk intézkedni, és érdemben, rövid időn belül eredményt tudjunk elérni ezekben a magatartási normáknak a visszaszorításában. Így tehát az alábbi módon szólna a két rendelkezés, a két magatartási normának a szankcionálása, amit a rendeletben foglaltunk. Elsőként is a közterületen kábítószernek nem minősülő, tudatmódosító szer hatása alatt bódult állapotban tartózkodik, a földön fekszik, továbbá aki közterületen kábítószernek nem minősülő tudatmódosító szert használ, vagy a használatára irányuló tevékenységet kezdeményez, azt szankcionálhatja az illetékes eljárószerv hatóság. A másik pont, a közkutakat rendeltetésüktől eltérően nem ivás, főzés és tisztálkodás céljára történő vízvételezése, nem a létfenntartási és közegészségügyi vízigény kielégítésére használja, különösen aki ott gépjárművet, állatot,
nem ruházati célokat szolgáló textíliát, egyéb eszközöket mos, engedély nélkül nagyobb mennyiségű vizet vételez. Szintén 150 ezer forintig tartó pénzbírsággal sújtható. Én azt gondolom, hogy ezek a rendelkezések elég egyértelműek és világosak. Bízom benne, hogy azoknak a fülébe is el fog jutni, akik ezek korábban megvalósították, és a szabályoknak megfelelően fogják ezután végezni ezt a fajta tevékenységüket. A napirendi pontot, vagyis hát ezt az indítvány bejelentést a képviselőtestület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. Indítvány bejelentés napirendi ponton belül arról is tárgyalt a testület, az egyik területi operatív program keretén belül, ahol is a helyi közösségek identitásának, népszerűsítése és megőrzésének célját tűztük ki, amely ugye egy konzorciumban megvalósuló pályázat, a Pitty-Palackyvölgyi településekkel egyetemben közösségi rendezvényeket fogunk tudni megtartani az elkövetkezendő 2 évben. Ahhoz, hogy ezt a programot el tudjuk indítani, egy cselekvési tervet kellett elkészíteni. Ennek a cselekvési tervnek az elkészítésére egy szakembert kért fel az önkormányzat, aki az adott településeken közösségi interjúkat végzett, és felmérte, hogy milyen igényeket támasztanak a lakosok, mi az, amivel meg vannak elégedve, mi az, ami esetleg aminek örülnének, és szeretnék, hogyha a jövőben az önkormányzat be tudná építeni a rendezvény tervezetébe, programjaiba. Ezt a cselekvési tervet a képviselőtestület megkapta, megismerte, mindhárom bizottság tárgyalta, a pénzügyi bizottság 3 igen, a településfejlesztési bizottság 4 igen, a művelődési bizottság 4 igen szavazattal javasolta elfogadásra, és a képviselőtestület 6 igennel fogadta el. Mint mondtam, ebben az évben is több beruházást szeretne megvalósítani az önkormányzatunk, és több olyan beruházásunk van, amely meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Korábban, már a korábbi testületülésen elfogadtuk a közbeszerzési tervünkben azokat a projekteket, azokat a fejlesztéseket, amelyek meghaladják ezt az összeghatárt, és ezzel összefüggésben létre kell hozni az önkormányzatnak egy közbeszerzési bíráló bizottságot. A bíráló bizottságnak minimum 3 főből kell állnia, de mindenképpen páratlan számúnak, és több lehet. És kitétel az, hogy szükség van felsőfokú pénzügyi végzettségű, valamint felsőfokú építész végzettségű szakemberre, aki ebben a bíráló bizottságban részt vesz. A bíráló bizottság feladata az, hogy a beérkezett ajánlatokat áttekintse, azt a közbeszerzési törvénynek megfelelően javaslattal a képviselőtestület elé terjessze, hiszen ők egy javaslatot készítenek el, véleményük szerint, melyik lesz az adott projekt kapcsán a legmegfelelőbb ajánlat, amely a megvalósításra érkezett. A képviselőtestület részére 3 főből álló bizottságra tettem javaslatot, amelyhez az alábbi személyek kerülnének: Gál Lemese, az önkormányzat pénzügyi referense, Gyarmatiné Balog Éva, szintén az önkormányzat munkatársaként, valamint Balog Károly, korábban ugye az önkormányzatnál is dolgozott, építészi tevékenységet látott el, és ő már nyugdíjasként fog részt venni a bizottság érdemi munkájában. Ezt a bizottságot mindhárom bizottságunk tárgyalta, és javasolta is elfogadásra: pénzügyi bizottság 3 igen, települési bizottság 4, művelődés bizottság pedig 4 igennel javasolta elfogadásra. Ezt a képviselőtestület pedig 6 igennel elfogadta. A indítványok bejelentések napirendi ponton belül utolsó bejelentésként egy szintén beruházáshoz kapcsolódó indítványt tárgyalt a testület, amelyet már bizottságülésen is egyeztettünk, mégpedig a pénzügyi és a településfejlesztési bizottságüléseken. Ez nem más, mint a településen, ebben az évben is tervezünk járdafelújításokat. Ez részben pályázati forrásból, részben pedig önerőből fog megvalósulni. 2 olyan része van a településnek, amely pályázati támogatásból fog megújulni. Ebből az egyik, amely a Széchenyi úti járda, valamint az óvoda iskola mögött és az Arany János mögött húzódó járdának a rekonstrukciója lenne.
Itt 50%-os intenzitású támogatást nyert az önkormányzat. A másik pályázatból megvalósuló fejlesztés az pedig a Kossuth úti járdának azon szakasza, amely korábban még nem került felújításra, valamint az Ady Endre úti járdának a teljes szakasza kerül felújításra. Ez szintén 50%-os támogatású intenzitással valósul meg, és ebben az évben szeretném megvalósítani a Vörösmarty úton húzódó járdának a teljes körű felújítását, valamint a Kossuth út tetején található, úgy is mondhatnám, hogy kapitány Gyula bácsihoz vezető útszakasznak a teljes körű felújítását. Itt már annyira rossz állapotban van az út, hogy egy teljesen új alapot kell készíteni az útnak, hogy megfelelő állapotba hozzuk, valamint a Dózsa-György utcán található 4 bekötő útnak az aszfaltozása is megtörténne ebbe az önerős beruházásba. Ezeknek a beruházásoknak a teljes összértéke közel 30 millió forint. Én azt gondolom, hogy nagyon sok önkormányzat megirigyelni, hogyha évente ekkora összeget tudna fordítani az útjainak a felújítására, karbantartására. Én bízom benne, hogy az itt élők megelégedésére fog szolgálni. Természetesen időben szeretnénk majd kiértesíteni a munkálatok kezdeteiről az ingatlan tulajdonosait, hogy fel tudjanak készülni időben arra a párnapos kellemetlenségre, de türelmüket is kérném, hiszen a beruházások az ő érdekükben, az ő megelégedésükre szolgál majd, és természetesen a kiválasztott kivitelezővel én arra fogok törekedni, hogy mindenképpen egyeztessem majd az esetleges egyedi igényekről, és itt arra is szeretnék kitérni, hogy nagyon fontos tisztázni, hogy ezek a pályázatok járdafelújításokról szólnak. És szeretném megkérni az érintett lakosokat, hogy amennyiben olyan igényük van, hogy szeretnének esetleg többlet aszfaltozást elvégezni, akár az ingatlanon belül, akár az ingatlanon kívül található, úgymond kocsi beállók részére, akkor azt kérem, külön megkeresítik ezzel majd a kiválasztott kivitelezőt, de ezt az önkormányzat pluszban nem tudja felvállalni, ezt mindenki saját magának kell a saját költségére elvégeztetnie. Ezek nagyrészt pályázatból megvalósuló fejlesztések, szigorú elszámolások vannak, tehát nem lesz arra lehetőség az önkormányzatnak, hogy csak itt is 1 négyzetmétert, itt is 1 méterrel tovább aszfaltozunk. Kérem, ezt szíveskedjenek megérteni. Tehát, hogyha ilyen többletigény van, és ezt tapasztaljuk, akkor természetesen szívesen segítünk és közben járunk, hogy a későbbiek során visszajöjjön a vállalkozó, és ezeket a plusz munkákat értelemszerűen kiszámlázva az adott személynek elvégezze. A képviselőtestület a beérkezett árajánlatok alapján kiválasztotta a Switevski Kft-t, amely ezeket a munkálatokat elvégezni. Korábban egyébként ez a cég végezte a településen az aszfaltozási munkálatokat. A pénzügyi bizottság és a településfejlesztési bizottság 3, illetve 4 igennel javasolta elfogadásra ezt az indítványt, a képviselőtestület pedig 6 igennel elfogadta ezt az indítványt. Indítványok, bejelentések napirendi ponton belül 3 képviselőtársam kért szót. Sorrendben elsőként Jelcs Sándor képviselő úr, aki egy lakossági panaszt közvetített a képviselőtársaim felé, amely szerint a MED Kft. Szolgáltatásával érkezett hozzá egy lakossági panasz. Itt én azt kértem képviselő úrtól, hogy jelezzük az illetőnek, hogy ezt a panaszt tegye meg írásban is a Kft. Felé, amennyiben pedig segítséget igényel, hogy ezt a panaszt írásban megfogalmazzuk, akkor keresse az önkormányzatot, és ezt meg fogjuk tenni, hiszen a MED Kft. Képviselő kérte, hogy amennyiben valaki valamilyen problémát tapasztalt a Kft. Működésével kapcsolatban, arról mindig írásban tegyenek panaszt, hogy ki tudják vizsgálni, és utána tudjanak járni ennek a problémának. Bencs Gábor képviselőtársam is szót kért indítványok, bejelentések napirendi pontban, ahol elsősorban Horváth Péter MES csoportvezetőt kérte meg, az elmúlt időszak óta eltelt munkátok elvégzéséről számoljon be röviden. Itt ugye a csoportvezető úr elmondta, hogy a szokásos napi feladatok mellett most már ugye a tavaszi munkálatok a jó idő beálltával óriási területet, zöld területekkel karbantartaniuk. Itt azért az időjárás is befolyásolja, természetesen egy esősebb időszakban nem tudnak olyan jól haladni a munkálatokkal, de mostanra ez már én azt gondolom, hogy megoldódott és sikerült utolérni magukat. Az óvoda kerítésének elemei elkészültek, így várhatóan bízom benne, hogy a nyár folyamán el fogjuk tudni kezdeni a
bölcsödének is a bölcsöde kerítését is teljes egészében lecserélni, így szintén egy újabb intézményünket tudjuk külsőleg is megújítani. A járda aszfaltozással kapcsolatos külső munkálatokat, kiegészítő munkálatokat az önkormányzat munkatársai végzik el. Itt ugye az egyik legszembeötlőbb beruházás az az Arany János út mögötti járdának a csapadékvízelvezetőnek a helyreállítása, ugye itt egy teljesen új csapadékvízelvezető részt építenek ki a munkatársak, valamint egy nagyobb sávot pedig kiszélesítenek annak érdekében, hogy egy jóval nagyobb járdaszakaszt tudjunk majd a jövőben csinálni. Ezen kívül az új asztalok összeszerelését végezték ugye az elmúlt időszakban a konyha részére, valamint ahogy mondtam már a zöld területtel kapcsolatban virágok, az elültetett fáknak a locsolása, a gondozása, illetve a közfoglalkoztatás keretében továbbra is zajlik a különböző térkő és betonelemek gyártása, valamint a mezőgazdasági munkálatok is nagyon jól haladnak. Képviselőtársam még arra is kitért, hogy sajnálatos az, hogy a településünkön az elmúlt évekhez képest olyan sajnálatos esemény történt, hogy a kiültetett virágokból egy-egy pár darab eltűnt. Ez ugye érintette az önkormányzat, illetve a virágos bábonyért végzett munkáját is. Természetesen mi azon leszünk, hogy ezen elkövetőket kézre kerítsük, illetve elvegyük tőlük a kedvüket, hogy még egyszer ilyet kövessenek el. Rontó András képviselőtársam kért még szót indítványok bejelentések napirendi pontban. Itt arra hívta fel a figyelmünket, hogy amennyiben a járda felújítások elkezdődnek, azt megelőzően érdemes lenne megvizsgálni az óvodával szembe lévő Erkel Ferenc úton húzódó járdaszakaszt, hiszen itt több helyen megsüllyedt a járda, és ezeket az önkormányzat munkatársai ezeket a javításokat el tudnák végezni, és az aszfaltozás idején pedig ugye aszfalttal is le lehetne majd burkolni. Mindenképpen utána fogunk járni ennek a bejelentésnek, és meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt orvosolni. Indítványok bejelentések napirendi pontban még egy fontos információ hangzott el, és ezt szeretném a kedves nézők figyelmébe is ajánlani. Amint mondtam, a Sajó-Bóda völgye hulladékgazdálkodási társulás keretén belül a Zöld Völgy Nonprofit Kft. Látja el a hulladékgazdálkodási tevékenységet a településen. Ez a Nonprofit Kft. Egy olyan felhívást tesz majd közé a napokban, amelyről én már értesültem, és szeretném a lakosság figyelmébe is ajánlani, mert azt gondolom, hogy nagyon sok embert érinthet. Ez pedig nem más, mint az, hogy szabaduljon meg az abroncsaitól, néven használt gumi abroncs gyűjtést hirdet ez a Kft., és ez úgy kapcsolódik az önkormányzat, hogy a gyűjtéshez tartozó megfelelő helyszínt, illetve nyitvatartási időt és személyzetet is mi fogjuk biztosítani. A legfontosabb tudnivalók erről a gumi abroncs gyűjtésről, a Sajó-Bábonyi lakcímkártyával rendelkező személyek ingyenesen és bérmentve hozhatják el ezeket a használt gumiabroncsokat, amelyre az alábbi helyszínt jelölte ki majd az önkormányzat. Ez a hulladék udvar néven a köznyelben elhíresült területről van szó, ami a település elején található, ugye ez egy körbe kerített résszel. Itt hétfőtől csütörtökig, reggel 7 órától 15 óra 30-ig, valamint pénteken reggel 7 órától 1 óráig lesz lehetősége a lakosoknak leadni a maximálisan 100 cm átmérőjű használt gumiabroncsokat. Nagyon fontos kitétel, hogy az ettől nagyobb gumiabroncsokat nem áll módunkban átvenni, ugyanis a Kft. Azt a tájékoztatást adta, hogy ez a gumiabroncs méret az, amivel még ők is tudnak úgymond mit kezdeni. Valamint az is fontos tudnivaló, hogy a használt gumiabroncsnak csak a gumiabroncs részét tudjuk átvenni, itt semmilyen alkatrész tartozik, nem párosulhat hozzá, tehát itt a felnyire gondolok legfőképpen, úgyhogy ettől meg kell szabadítani. És ez az akció, ez 2018. június 18-ától egészen 30-áig, tehát ez egy közel két hetet foglal magába. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes igénybe venni, hiszen így nagyon sokan tudnak megszabadulni a feleslegessé vált gumiabroncsoktól. Ezt el tudják hozni hozzánk a település elején található hulladékudvar szigetünkre, és ami szükséges hozzá, az egy lakcímkártyának a bemutatása, hiszen mi ezt csak a Sajó-Bábonyban élő lakosok számára tudjuk ajánlani.
A testületüléssel kapcsolatban egyéb dolog már nem hangzott el, illetve még talán annyi, hogy a következő testületülésünk 2018. június 26-án lesz. Ez a nyári szünet előtti utolsó rendes, nyílt tévé által közvetített testületülésünk lesz. Én akkor is sok szeretettel várok mindenkit ide a tanácskozás termébe, és köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes napot kívánok. Viszontlátásra!